A kötés alapjait különféle technikáit sajátíthatták el azok, akik ellátogattak a budajúti tagkönyvtárba. Az intézményben második alkalommal szervezték meg a kötőklubot, ahol nem csak a kezdőket, a tapasztaltabbakat is egyaránt szeretettel várták. Az a célunk, hogy mintákat cseréljünk, megismertessük egymással azokat a darabokat, amiket éppen kötünk, de egy hónappal ezelőtt indultunk, akkor voltak többen is úgy, akik hosszú-hosszú évek után most kezdték el újra a kötést, nagyon kevés dolog kellett ahhoz, hogy tovább lendítsük őket ezen az úton. Atolai Gáborné Zsuzsanna már nem először vett részt a foglalkozáson, és elárulta, már egészen kislánykorában elsajátította a kötés fortéjait. Nagyon fiatal koromban tanultam megkötni. Általános iskolába a technika órán már kellett, és a mai napig emlékszem, hogy akkor olyan fonalból, honleány fonalból kötöttem egy kis picike kis sálat, amiről azt lehet tudni, hogy nem kimondottan kötésre való, mert teljesen rugalmatlan, inkább horgolásra, és nagyon nehezen birkoztam meg vele. De hát azóta... Hol, hol több időt töltök kötéssel, hol kevesebbet. Atolai Gáborné és Zsuzsanna hozzátette, elsősorban családtagjait szereti meglepni egy-egy kötött holmival. Aki hasonló terveket szövöget, havonta egy alkalommal csatlakozhat a programhoz a Budai úti tagkönyvtárban.